Vasárnap megkezdődik a Merkantil Bank Liga 2021-22-es idénye, a Nyíregyháza Spartacus pedig ezúttal is szurkolói ankéttal indította a szezont. Különleges lesz a következő év, mivel a csapat a stadion építése miatt Balmazújvárosban vívja majd hazai mérkőzéseit. A nyáron alaposan megváltozott a játékos keret. Azok a játékosok, akiket a szakmai stáb kijelölt, azokkal a játékosokkal úgy tudtunk tárgyalni, hogy itt tudják folytatni a pályafutásukat, és mindenkivel meg tudtunk egyezni, úgyhogy bízunk abban, hogy ez a szezonkezdésre ez ténylegesen össze fog állni, és jól fogjuk kezdeni a szezont. Nagyon sok új játékos érkezett, gondolom kell idő, amíg beépülnek teljesen a csapatba. Igen, ezért is volt fontos, hogy minél hamarabb megegyezzünk ezekkel a játékosokkal, hogy a edzőtáborba már úgy menjünk el, hogy egy tényleges keret kialakult, és ott összeszokjanak, megismerjék egymást. Az elmúlt edzőmeccseken, amit már itthon játszottak, úgy láttuk, hogy ez kialakult, úgyhogy bízunk abban, hogy ez a szezonban is meg fog mutatkozni. Az egyik legnagyobb változás az lesz, hogy Balmazújvárosban kell majd játszani a csapatnak. Tudtok segíteni a szurkolóknak, hogy azért minél többen legyenek ott a meccseken? Igen, a tulajdonos és a vezetőség sokat gondolkozott azon, hogy a szurkolóknak hogy tud segíteni ebben az átmeneti időszakban, úgyhogy a szurkolóinknak fogunk biztosítani buszt a mérkőzésekre, amivel Nyíregyházáról Balmazújvárosba juthatnak, és a jegyárakban is lesznek kedvezmények, illetve a szezonbérletekben is lesz változás, úgyhogy ezekkel majd ankéton fogunk bővebb információt mondani. Ugye nagyon komolynak ígérkezik a mezőny, többi csapat is igyekezett megerősíteni a keretét. Mire számítasz így előzetesen? A keret kialakításkor mindig ugye fő szempont az, hogy Nyíregyháza városnak célkitűzése az, hogy NB1-be kerüljön, úgyhogy úgy érezzük, hogy minőségileg jobb lett a csapatunk, mint tavaly, és bízunk abban, hogy ott tudunk lenni a elején a tabellán, akár a feljutást is érhet. A szakmai stáb nagyon biztatóan nyilatkozott a csapatról, úgyhogy reméljük, hogy ez teljesülni is fog a szezonban. Ugye az új játékosok mellett több saját nevelésű fiatali szerződést kapott, az volt a cél, hogy megtartsátok őket Nyíregyházán? Igen, a teljesítményük alapján vannak olyan játékosaink, akik a válogatott kerettagok, utánpótlás válogatott kerettagok, és vannak olyanok, akik a regionális vagy éppen a kiemelt országos bajnokságban jól szerepelnek. Más csapatok és más akadémiák is felfigyeltek rájuk, így mi szeretnénk megtenni mindig az első lépést az utánpótlás játékosaink felé. Legtöbb esetben ez sikerült, hogy itt tudtuk tartani őket. A következő cél az, hogy beépítsük őket a nagy csapatba, és a profi bajnokságban is bemutatkozzanak. A fiatal szabály ezt elősegíti, úgyhogy bízunk abban, hogy minél több hazai játékos be tud mutatkozni a szezonban. Azért is kellett a bővebb keret, hiszen a megyei első osztályban játszik majd a Spari 2, tehát aki nem fér be az első csapatba, az játszhatott? Igen, ezért alakítottuk ki úgy a keretet, hogy a megye első osztályba olyan kerettel tudjunk indulni, hogy a fiatalok, esetleg a felnőtt csapatból kimaradók ott meg tudják mutatni magukat. Természetesen a második csapatunknak is az NB3 lenne a cél, ahol ténylegesen olyan bajnokságba tudnak készülni, ami azt gondoljuk, hogy megfelelő az ő számukra. Egyelőre most a megye egyben vagyunk még, ebből próbáljuk a legtöbbet kihozni, úgyhogy bízunk abban, aki ott pályára lép, az mindent megtesz. Szergei Pacay vezetőedző a felkészülést értékelte. Úgy érzi, készen áll a csapat a bajnoki rajtra. Dr. Róka Géza társ ügyvezetőként dolgozik a Sparinál, és maradt Kozák Attila is ügyvezetőként a klubnál. Nagyon ritkán van az, hogy stadionépítés, infrastruktúra beruházás, csapatépítés, NB1-be jutási célok állnak össze egy csapatnak az életében. Hát itt most Nyíregyházán ez történik, úgyhogy ez egy örömteli és egy igazán nagy kihívás. Ami a szurkolókat illeti, igen, hát megpróbálunk elkövetni mindent, hogy ebben a furcsa helyzetben ugye idegenben fogjuk játszani a hazai mérkőzéseinket is. Mindent megtegyünk, hogy ott lehessünk, minél többen is szoríthassunk, szurkolhassunk a csapatnak. Ha már ezt említetted, csapatépítés, hogy érzed, hogy sikerül? Én azt gondolom, hogy jól a lehetőségeinkhez képest, amit meg tudunk magunknak engedni, ahhoz képest erősödött a csapat, mindenképpen nem keveset, azt gondolom. Egy erősebb, jobb tartású csapat fog pályára lépni. Reálisabbnak tűnik a cél, sokkal inkább elérhetőnek ezzel a csapattal. Jól látom azt, hogy sikerre éhes játékosokat próbáltatok igazolni, tehát nem mindig a fő prioritás az volt, hogy ki milyen futballista, hanem legyen benne becsvágy, illetve emberileg is beleilleszkedjen ebbe a keretbe? Persze, abszolút így van. Tehát ez egy kiválasztási szempont. Nem elég, hogy neve legyen egy játékosnak. Ez az elmúlt sok-sok évnek az egyik lényeges tapasztalata, és azt hiszem, hogy újat egyébként nem is mondok ezzel. Az, hogy mennyire motivált egy játékos, mennyire éhes a sikerre, mennyire akarja azt, amit a teljes közösség, az egy meghatározó dolog, és nagyon-nagyon sokat tud segíteni egy csapatnak.
Mire lehet jó ez a csapat? Ugye amikor megérkeztél, azt mondtad, hogy ki kellene harcolni a feljutást. Most is azt mondom, ki kellene harcolni a feljutást. Természetesen innentől kezdve, eddig is, de innentől kezdve még inkább a feljutás a célja a klubnak. Egész egyszerűen nem lehet más, tehát az NB1-be kell jutni a csapatnak, el kell érje az első osztályt, és hát a városnak oda kell, hogy adja a futball szintjén is azt, ami jár.